Nyáron már szóba hoztuk azt, hogy a Maffia sorozatot fel fogják teljesen újítani, és akkor be is mutattuk nektek a második, illetve a harmadik résznek a felújítását, de akkor is elmondtuk, hogy az első részt várjuk a legjobban, hiszen a második rész az mindösszesen egy remaster volt, csak a régi grafikát húzták föl mai szintre, mai felbontásokra, esetleg széles vásznú támogatása, stb. A hárommal kapcsolatban pedig már akkor is elmondtuk, hogy az még kevésbé, hiszen az mindösszesen egy pár éves játék, ott mindösszesen annyi volt a feljutott verzió, vagyis a Definitive Edition, mert így hívják ezt az egész csomagot egyben, hogy megkapta az összes DLC-t, ami kijött hozzá, és egyébként ez nagyon dicséretes, mert abban a játékban a DLC-k azok iszonyatosan jól sikerültek, az mindegyik nagyon hangulatos küldetéssorozatot ad hozzá, úgyhogy az sem volt rossz, de a lényeg az, hogy nagyon vártuk az első részt több dolog miatt. Az egyik az, hogy híresen az volt a legjobb a sorozatból, igazából azt is mondhatjuk, hogy mindegyik része egy picit csökkent a színvonal bizonyos szempontból, és ez főleg a sztori, tehát a leghangulatosabb történettel, karakterekkel egyértelműen az első részben találkozhatunk. Nem volt rossz egyébként a második és a harmadik sem annyira, de ott már nagyon egy másfajta főhősünk volt, egy picit talán túl kegyetlen is volt maga az, amit ő ott végezett a játékban, ezzel nem biztos, hogy mindenki tudott azonosulni. Na de akkor térjünk rá az első részben, ahol egy teljes remasterrel van dolgunk. A történet főhőse Tommy, ő a játék elején egy olasz bevándorló családból származó taxisofőr, aki egyébként eredetileg egyáltalán nem olyan fajta ember, aki szervezett bűnözésben akarna részt venni, vagy egyáltalán bármilyen bűnözésben, ő egy tisztességes ember, viszont egyik este az történik vele, hogy amikor a taxiával éppen várakozik, akkor két gangster, Paul és Sam, akik főszereplők lesznek ebben az egész történetben, ők odaszaladnak hozzá, mert éppen üldözik őket az ellenségeik, és hát beugranak Tommy taxiába, és akkor nekünk kell őket gyakorlatilag megmenteni és elmenekülni az üldözők elől. És ezután sajnos Tommy ugye teljesen belekeredik ebbe a körbe, hiszen bár ő nem akar ebben részt venni és el is távolodik tőlük, de utána azok, akik tegnap üldözték ugye Pauliékat, ők megtalálják őt, szétverik az autóját, és ő végül is elmenekül ugye Don Salierihez, aki segít neki, és felállja, hogy bosszút álljanak együtt az őket üldözőkön. Aztán persze ezek után Tommy bekerül ebbe a családba, és akkor onnantól fogva egyre-egyre feljebb lépked a ranglétrán. Az nagyon jól van megcsinálva a történetben, hogy ahogy így telik az idő, ugye folyamatosan változik meg ugye Tominak a lelki világa, és még az elején mondjuk ugye nem akar senkinek ártani, aztán később ez már egyáltalán nem okoz neki problémát. Tehát azt is mondhatjuk, hogy ő eléggé megkeményedik az idők során, de azért azt hozzá kell tenni, hogy van egy kis olyan probléma, hogy a játék mellett ilyen szempontból nincsen teljesen szinkronban a történettel, vagy bármilyen ilyen furán is hangzik ez a mondatom. Tehát az azt értem, hogy van olyan pálya, ami mondjuk le kell győzni ugye sok-sok ellenfelet, aztán amikor a pálya végén meg ugye van egy átvezető videó, ahol folytatódna a történet, ott meg ilyen morális kérdései vannak ugye Tominak, hogy jaj, most akkor ott bántani kell valakit. Ilyen szempontból egy kicsit nem következetes a történet. Bár a Mafia egy open world, vagyis nyílt világú játéknak tűnik, de azért nem teljesen az. Ezzel azt értem, hogy bárhol elmentünk a városba, de igazából nincs ott semmi, tehát itt ne számítsunk olyan dolgokra, mint mondjuk a GTA sorozatban, hogy rengeteg melléktevékenység van, és akár el tudunk menni fodrászhoz is, vagy egy boltba, vagy bármi. Na itt semmilyen nincsen. Gyönyörű szép a város, tényleg ez az uralkotott grafika egyszerűen fantasztikus, gyönyörű szép, de semmilyen boltot, semmilyen helyet nem fogunk nyitva találni, tehát körülbelül az a lényeg a városnak, hogy amikor a küldetés mondja, hogy hol kell menni, akkor oda megyünk, és ezen kívül semmi nincsen. Ez igaz sajnos a külső területekre is, tehát ki tudunk menni a városból, amik nagyon szép, de nagyon nincsen kihasználva. Összesen azt hiszem egy küldetés van még viszonylag a játék elején, amikor egy ilyen kis szállodába, egy kis hotelbe kell belógnunk így hátulról, mert ott fogva tartják az egyik társunkat, illetve van még egy ilyen farmos lövöldözés később, és ennyi az egész. Ez nagyon szomorú, és egyébként hozzáteszem, hogy azt nem értem, hogyha esetleg hozzá akartak volna tenni egy kicsit a felújításhoz, akkor talán ezt megtehették volna úgy, hogy egy pár mellékületést beraknak a városba, akár csak olyan pénzbehajtás, vagy akár csak meg kell találni valakit kint a városon kívül. Sokat beszéltünk már arról, hogy a játékok könnyebbek lettek az évek során, vagy megengedőbbek, ugye automatikus checkpointok, automatikus mentések, automata célzás akár, ugye konzolokon, stb.
és egy picit ugye a hardcore gamerek ezeket nehezményezik. Na itt most jó hírünk van, a játék ugyanilyen beállításokkal játszható, mint régen, ugyanis 2002-ben még arra is figyelnünk kellett, hogyha átlepjük a sebesség határt, akkor a rendőrség elkezd utánunk jönni. Na itt most van lehetőségünk ezt kikapcsolni, hogy azért az új játékosok nem akarják annyira komolyan venni ezt a dolgot, azoknak ezt nem kell elviselniük, de aki ugyanúgy szeretne vele játszani, mint régen, azoknak ez működik, illetve van egy szimulátor módja a vezetésnek is, meg egy könnyített módja, illetve ha már az autóvezetés szóba került, akkor egy picit a lövöldözésről is beszéljünk. Hát érződik a játékon az, hogy ezt annak idején nem erre a klasszikus, ilyen fedezék mögüli guggolós harcrendszernek tervezték, ezért egy picit fapados a rendszer, tehát semmi különös dolgot nem tudunk csinálni, hanem tényleg csak fixen beállunk valami mögé, és akkor oda tapadunk a falra, hogyha nyomjuk a gombot, amivel ugye beáll a fedezékbe, és akkor onnan kihajolgatunk, és akkor így végre pötyögünk a fegyverrel, tehát igazából ez nem annyira van jól megcsinálva, nem annyira modernizálták, de szerintem ez azért nem fog annyira hiányozni az embereknek, hiszen itt azért mindenki inkább a régi érzést keresi, és hát azt hiszem, hogy végül is ez beleillik, bár ugye akkoriban még ilyen sem volt benne. A játék legjobb része, hogy mondtuk, a sztori, itt rengeteg karakterfejlődés van, ahogy telik az idő, itt tulajdonképpen évtizedet átul el az egész történet, és ugye ennek tulajdonképpen az a gerince, hogy Tommy már idősebb korában ugye elmeséli az egészet egy rendőrnek egy kávézóban, hogy mik történtek vele az elmúlt évek során, és hát megpróbál ebből a dologból kijutni. Nem akarjuk ezeket lelőni, hiszen tényleg nagyon jó a történet, van benne szerelem, meg fog házasodni, a barátoknak az élete is nagyon fontos benne, maga Salieri-nek a mentalitása, szóval tényleg egy jó sztorival van dolgunk, és lényegében ez ennek az egésznek a fő része. Ha ezt végigjátszottuk, utána nem nagyon van mit csinál a játékban, tehát nem olyan, mint a GTA, hogyha végignyomjuk, akkor utána ott van az online, vagy ott van a rengeteg megkövetés, és akkor így építjük a házunkat, meg a kocsikat megszerezzük, és akkor itt éljük az életünket a városba. Itt erről szó nincsen, és ez olyan szempontból tényleg sajnálatos, hogy eszméletlenül gyönyörű a térkép, és nagyon jó lenne, ha lenne még benne mit csinálni, miután megcsináltak a sztorit. Ez sajnos nincs így. Nincs is szó arról, hogy érkezne bármi kiegészítő hozzá, de jó lenne, ha jönne. Egyébként egy nagyon jó sikerült felújítással van dolgunk, nagyon szuper lett ez az új Mafia első rész.